Üdv mindenkinek, illetve a milyen katonák üdvözölnek ismét mindenkit. Két nagy csata vár még ránk, az egyik kerti, másik homokos. De meg akartam nektek mutatni, hogyha csinálok egy multi játékot. Sajnos skirmish nincs a játékban, ha telepakolod mesterséges intelligenciával, sír, hogy kell legalább két játékos. De meg akartam nektek mutatni a térképet, hogy hát mondjuk azt akartam, hogy ennek az átdolgozott verziója volt az, ahol játszottunk az előbb, de talán az még az eredeti fajta. De az, ahol most fogunk játszani, az minden bizonnyal ennek a Host to Far nevű pályának a kis átalakítása, majd látni fogjátok a térképet, a másik pedig a sandboxnak az átértelmezése. A többi önállóan is értelmezhető és teljesen buli dolog egyébként, meg van néhány modolt verzió, ahol alapvetően sajnos csak a kezdő nyersanyag mennyiséget tudott szabályozni. Mindenesetre a Waterway War nevű pálya, amivel ma foglalkozni fogunk, az, mint látni fogjátok pillanatokon belül, egyrészt, mint már többször jeleztem, kerti partit jelent, másrészt az előbb látott multipályának, egész korrekt egységgel kezdjük, a kis átalakított verziója, tehát ugye itt a négy spawn pont, és itt van egy ilyen kis extra rész, ami eredetileg nem volt jelen, vagy hát a multipályán nincsen. Ennyit módosítottak, feladatunk az, hogy a központi ellenséges bázis megsemmisítsük 30 perc alatt, és se szedjük össze a bónuszokat. Megsporolta nekünk a játék azt, hogy itt alap dolgokat építgessünk, viszont mindössze egyetlen egy ember kell szlopálgat, úgyhogy szerintem ezt a számot növeljük meg. Bár van 2000 nyersanyagunk, szerintem kezdjük inkább a jobb bázissal. Mivel itt van két őrtorony, meg egy pillbox, a másik oldalon is van két őrtorony, meg egy pillbox, de a lényeg az, hogy nem kell azt hiszem külön bázisvédelemmel foglalkozni. Amit szeretnék az az, hogy egy aknakeresőt azért csináljunk, mert vettük már ugye észre párszor, hogy a játék köcsök paraszt. Hamarosan lesz egy pár dump truckunk, most szerintem négy elég, a vízipisztolyban sok a műanyag, de mégiscsak véges. Ha minden igaz, itt lesz egy kerti lámpa, itt a kerti lámpa, igen. Itt is két kerti lámpa van, mint multiban, igen, ezt se vették a fáradtságot, hogy megváltoztassák, tehát kétszer végtelen elektromosság áll rendelkezésünkre, ami hasznos lesz, ha helikoptereket akarunk spammelni, mert pedig miért ne akarnánk helikoptereket, meg bombing runokat spammelni, ugye? Mindenesetre kérném ide a garást. Köszönöm. Egyes egység tessék előre fáradni, meglátogatni az itteni parasztokat. Ha a kerti lámpát megszerezzük magunknak, én azzal már egészen elégedett is vagyok így elből. Ez, hát négy darab gyalogos. Szerintem ezekkel elbírunk. Igazából lehet meg kellett volna várnom, amíg azt medikem, de őszintén. Kit érdekel, ezért köpjünk ki két mediket. Tehát mivel türelmetlen voltam, hány ember vesztette halálát, ha jól emlékszem, egy grant. Aki még csak nem is gránátos, tehát teljességgel haszontalan. Oké, ti jöttök ide. Ti itt végeztek, és akkor jön a hiperbázis, a szupergarázs, a rádióoperátor és a helikopterek követjük a szokásos menetrendet. Koreográfiát, végtelen elektromosságunk meg lesz. Ha ide elég gyorsan betörünk, akkor szerintem itt még találni fogunk némi műanyagot is. Illetve hát ugye itt ez a kis bizbasz, ez így nem tudom micsoda. Könnyen lehet, hogy ez emlegetett központi bázis, ezt majd szépen megnézzük. Valahogy két le, hogy közvetlen mellette kezdenék, mert akkor végre lenne a küldetésnek elég gyorsan. Várom a második mediket epedve, te pedig végeztél, úgyhogy lehet a hiperbázis, köszönöm szépen. Egyáltalán nem optimális ennek a depónak az elhelyezése, jegyezzük meg, tehát hogy valószínűleg de a kettő közé kellene rakni. Na mindegy. Nyilván nem fogom lebontani és újra rakni. Az optimalizáció nem ér meg 500 műanyagot. Gyere már a kollégán. És akkor ti, mint most már orvosi szekcióval is megerősített egyes egység, nyugodtan induljatok meg erre. Itt valószínűleg a játék hozzánk fog vágni egy halom mesterlövészt, és én morcos leszek. De hát, ha nem. Tehát a fair, uff. Jó, ez kicsit sok, gyerünk haza. Három őrtoronnyal elbánnánk.
Te nagyon buta. Vagy nem meghaltál, mert nagyon buta vagy. Hát nem sajnáltalak volna. Igen, szóval 3 őrtörő plusz 2 pillbox együtt azért már egy kicsit elgondolkodtató, hogy ezzel mennyire akarunk itt és most harcba szállni. Elkészült a hiperbázis. Úgyhogy akkor szeretném kérni a szupergarást, a helikopter spammelést, a rádióoperátort és minden egyéb finomság. Önt látjuk, hogy említettem a vízipisztoly, vízipuska, talán erre indokolt lehet ez a kicsit fura elnevezés, mert nagyobb, mint egy sima vízipisztoly. Minden esetre ebben bőven van műanyag, van mit kiszlopálni, tehát szerintem ez önmagában tudja finanszírozni a rádióoperátort, az első adag helikoptert, meg ilyeneket. Egyelőre nem is kell elhagynunk az otthonunkat ezért. Meggyógyítanátok azokat, akiknek erre szüksége is van. Több embert, aki majdnem meghalt. Köszönjük. Jó, ti is mindjárt itt szépen elkezdtek tevékenykedni. Ennek a fejlesztésére most szerintem nem fordítok anyagot. Annyi azért nincs. Várom, hogy elkészüljön a rádióoperátor, meg esetleg az első helikopter, de igazából az első helikoptert nem is kell megvárni azért, hogy itt végig sétáljunk. Még nézzük, hogy itt mi van, meg ki lakik a házikóban. Ellenség! Amíg csak ez az egy őrtorony van, ami vissza is lő, addig nagy baj nem lehet. Ezzel könnyedén elbánunk. A rádióoperátor elkészült, akkor munkára fel. Itt pedig egy helikopter meg is érkezett hozzánk. Őket szeretném, vagy őt szeretném akkor megkérni, hogy itt legyen kedves, kicsit körbenéz. Ugye, megint át tud repülni a vízfelszín fölött, hogyha úgy adódik. De ceruzán. Jó, ott van két páncélokos ember, ez annyira nem izgalmas. Elük majd az egyes egység bánni kell. Igen. Oké, ott egy mesterlövész, egy helikopter van neki bőven. Szóval ezt a kis talpolatnyi földet se adják ingyen. Aha, eljött a mesterlövész. Hol a helikopter? Hol állt a helikopter? Hol a helikopter? Hol a helikopter? Jöttek szépen vissza. Aha, itt oké, most már van barátja. Ha az egy ellenséges helikopter volt össz-vissza, ami ránk érdemi fenyegetést jelentő ellenállás, akkor előre gyerekek. Aha, igen, itt a mesterlövészek, hogy ezt szerettem volna elbánnánk. Le a újabb lövés, nem, nagyszerű. Ezért akartam őket elsősorban beküldeni, így már valószínűleg az egész egyes egység lehet velük. Hát jó, van két őrtorony. Ne üldözd a tankot, te meg fogsz halni, mert fennakadtál a levegőben a kollégádon. Egyesítség, nyugodtan tessék ide. Belegyagoltál az aknába, hadd gratulálja. Hülye. Kettes egység nyugodtan jöjjön ide. Nem! Medik! Nem! Ne állj be a tűzvonalba! Az égszerelmére. Helikopter! Kettes egység! Helikopter! Ne! Ne légy a gyilkos! Még bőven van miért élned és harcolnod. Ne dobd el az életedet csak így, mint ez a páncélokos ember tette. Nem baj, ő ostoba volt önök a kiányozásoknak. Ott egy bónusz, a plusz sebesség bónusz. Oké, de megint helikoptert szeretnénk kérni. Például az újat. Tudni, hogy a mesterlövész és a tank ugye olyan egységek, melyek eltávolításában ők nagyon is jeleskednek. Jön az erősítés, nagyszerű. Hát figyeljetek, ha ide jött a tank, akkor... Az ő életét nagyon féltette, szerencsére megúszta. A Hellstrike-nek szeretné kiadni a feladatot, hogy szedje össze a sebességbónuszt, remélhetőleg nem találkozik új ellenséggel. Találkozott új ellenséggel, azzal el fogjuk tudni bánni, viszont tehát nincs bőle. Ne, ebben egy alagolt egy aknába találtok, állok egy alavellepelet, szaladj!
Ne arra! Hülye barom, marha, ostoba, ökör! Ők mindent megtesznek, hogy meghallják. Egyszerűen mindent. Hűséges kamikáze akciókat folytatnak, de... Minden megteszek, hogy ne legyenek eredményesek bennük. Oké. Okay. Szóval megint tessék szépen leparkolni a két mediknél. Ők majd mindjárt helyre raknak titeket. Te ezt meg fogod tudni oldani, bízom benned. Még egy lövés. Gyerünk, emberek, két ember páncélokról kell lövi egymást. Ez valamiért sok időbe telik, hogy véget érjen a harc. Ne engem kérdezzetek miért. Van két új helikopterünk, ti lesztek akkor nem csak négyes egység. Előbb-utóbb ti meg fogtok gyógyulni, ne aggódjatok. A négyes egységnek az lenne a dolga, hogy megnézze, hogy ezen a kis nem tudom nevezzük félszigetnek, szóval a félszigeten van-e még ellenség, és van, mesterlövész és tank. Ezzel megint arra összekérem minket a játék, hogy építsünk sok-sok helikoptert. Ez a helikopter egy kicsit az easy mód, úgy érzem. Túl sok egység van a játékban, melyek effektíve képtelenek arra, hogy visszalőjenek. Egy kicsit extrém. Kövessük a tankot, ne akadjunk fent a levegőben, tehát tessék szépen közel repülni hozzá, és utána folyamatosan lőni. Valahogy így gondoltam, tökéletes. Azok a helikopterek szépen megjújultak, jól van. Előbb-utóbb azért végzik a munkájukat a medikek. Ez a tank. Hát mindig nem tudja eldönteni, hová menjen, hol akarna leginkább meghalni. Előbb-utóbb majd eldöntik nyilván. A health track is lassan visszajön a halál széléről. Bár majdnem minden, nagyon minden megtett, hogy a szélen túl maradja. Óvatosan itt valószínűleg megérkezik az ellenséges bázishoz, és van is standa gyanúm, hogy az nem lesz vétele. Csak egy tipp. Oké, szóval megint szeretnék egy helikopter különítményt. Akik berepülnek, előkészítik a bombázást, ilyenek. Az új egyes egység, itt az új kettes egység. Lőjük szét a ceruzát, meg pedánsak vagyunk. Őszintén semmit nem számít, de ha más nem annyiban segít, hogy jobban tudjanak közlekedni itt a katonák, ami még fontos lehet. Ne felejtjük, van egy bombázásunk, tehát ennek a bázisnak a kitakarítása. Hirtelen sokkal könnyebb feladattá válhat, valahonnan megjelent egy géppuskás, sőt egy másik ember is. Álljatok meg szépen! Gyújtsátok meg egymást! Halom béna kezdőszintű gyalogos eltávolítása nem okozhat problémát. Tehát ezzel önmagában nincsen gond. Na, ott ez egy sima barak. Ez nem érdemli meg a figyelmemet. Ez már annál inkább, igen, kettes egység, repüljetek el onnan. Még erre nem állunk készen. Remélhetőleg ez sikerült úgy időzik, hogy ide csaltuk az ellenséget, és szépen felrobbantak, akik vissza is tudnak rágulni. Többiek ugye nem fontosak. Tudok szépen arrébb. Jó. Szóval látható, itt megint iszonyatos mennyiségű műanyag vár ránk, mivel itt egy bázis. Oké, egyes egység a haszontalan mozsarasokat lőjétek le, mi kérnénk további helikoptereket, mert van még. Még egy új bombázást, amit lehet, hogy nagy vonalban el fogunk használni az itteni épületekre, de is lehet, hogy szerintem hívjuk helikoptereket, hogy oldják meg a problémát. Oké, egyes egység, tessék jönni. Az áram ugye elfogyott, de hangsúlyozom, az áramhiány kivételesen semmi problémát nem jelent számunkra. Kilő rátok. Ja, egy barom. Ez annyira nem ijesztő. Már egy pillanatra azt hittem meghalt a másik meddig, de szerencsére nem. Egy kicsit koncentráljuk tűzerőnket arra, ami vissza is lő, jó? Hát szeretnék figyelni. Ti egyébként koncentráljátok tűzerőt. Felesztettünk egy egységet valahol valamiért. Mondja, elkeserít. Igen, azt hiszem tudom hol és hogyan. Itt és így. Ti komolyan megfordultatok és nem lőttek vissza rájuk. Ne legyetek buták. Na, áramunk lesz dögivel, ezt már látjuk. Sarge, ne vedd fel a harcot. Az őrtoronnyal.
Lesz majd, aki segítsen. Jó, egyes egység, kettes egység a depóra. Hármas egység a pillboxra. Csak az első ellenséges bázist itt ki is pucoltuk. Teljesen rendben van. Nincsen áramunk, hangsúlyozom, ez a probléma kivételesen mindenképpen csak ideiglenes. Mert ezen a pályán végtelen áram mennyiség áll rendelkezésünkre. Meg multiban általában, amit nagyon nem szeretek, ugye sokszor elmondtam már ebben a játékban, azt szeretem a legjobban, hogy elfogynak a nyersanyagok, és ami régen csatatér volt, később nyersanyag forrás lesz, és azokért kell harcolni. És ezt az aspektust, mert pláne még csökkenteni kell a technológiát, mert ha elfogy az áram, kész elfogyott az áram, muszáj visszatérni a sima katonákhoz. És ezt az aspektust teljesen kiiktatja a kerti lámpa. Jó, ti gyógyulgassatok. Kérlek titeket. Szóval a pálya felét szépen bevettük. És ez itt teljesen rendben is van. Még ott van ugye egy-két őrtorony, de velük majd mindjárt leszámolunk. Szeretném kiválogatni azokat a helikoptereket, akik már most harcra készek. Többiek legyenek kedvesek így kicsörögni, jó? Te is harcra készülünk, látom. Csodálatos. Készen áll az új bombázásunk. Értelemszerűen nem tervezem el használni két őrtorolyra, szóval ti lesztek itt az új négyes egység. Egyszerűen azzal a célra, hogy ide berepüljetek és szétlőjétek az őrtornyokat. Meg ha esetleg van mögöttük pillbox, akkor azokat is. Vegyük észre, hogy őt én átküldöm a másik oldalra. Meg őt is. Jó, oké, az őrtorony tud lőni ráig, akármennyire próbálok csipész lenni. Na jó. És igen, itt is vannak ám pillboxok, melyektől majd szépen megszabadulom. Mielőtt itt bárki potenciálisan megsérülne. Oké. Mondjuk azért itt szeretném a sérült kollégát megkérni, hogy fáradjon vissza ide és gyógyuljon meg. Mert az fontos, hogy a helikoptereink egészségesek és halcra készek legyenek. Jó. Többiek szerintem már most azok. Hát igen, őt leszámítva itt akkor az új négyes egység készen is áll. Tudod, hogy te is jó vagy így, ahogy vagy. Jöhetsz. Az egység kezd erőt veszíteni. De azt hiszem... akartunk kiszemelni egy halom katonát, mert hogy sok a műanyag. Úgy látom, most már nem olyan sok a műanyag, de ez nem gond. Mivel ugye ezt a bázist, meg az itteni vízipisztolyt még abszolút nem éltük fel. Orvosoknak egymást kell javítani. Jó, hát hajrá. Esetleg itt az új négyes egység, akiknek az lesz a feladat, hogy szépen berepüljenek. Ó jaj, két-három ellenséges, gyalogos, mi lesz velünk? Lőjétek a mesterlövészt. Jó, a mesterlövész messze a legfontosabb, bár nem tudjuk úgy. Az egyes egység maga ugyanis tud foglalkozni. Egy helikoptert el fogunk veszíteni, azt hiszem azzal. Igen. Többet már nem. És akkor reménykedünk abban, hogy itt sem találunk légvédelmi állást. Beletörődni, ha meg feleslegesen tudjál aknát keresni később, jól köszi. Igen, megint, amíg a pillboxokhoz nem kerülünk. Akkor elég sok helikoptered van, az már azért egy durva tűzerőt képvisel. Látjuk, milyen gyorsan olvad ennek a pillboxnak a tűzereje, vagy életereje. Igen, veszítünk egy-két helikoptert, nem, ez nem érdekel. Jól látom, itt van még kettő, csodálatos. Akkor ti lesztek most a hármas egység. Tessék, kérem csatlakozni. Hát ezeket le se bombálni. Meg biztos lesz itt valami, ami érdemes, de nem ezek azok. Kicsit pazarlóak vagyunk, őszintén leszarok. Újra a helikoptergyártási utasításokat kell kiadnom. Négyes egység, repüljetek szépen ide. Oké, köszi. Megint a bombázás. Multiban sokkal hasznosabb tud lenni. Szóval az útkereső intelligencia miatt, amikor egy baromi nagy egység halmot
egyben ledarálsz, az mindig hasznos. Nagyon sem kell se helikoptereket magukra hívni, nem tudod. 3-as 4-es egység, tessék azokra lőni, akik vissza is lőnek, ezt már párszor megbeszéltük. Itt azért lehet a bázist is lőni, azzal sincsen gond. Ha ez a központi bázis a játék szerint, akkor lehet, hogy a balsó sarkot egyszerűen megúsztuk. Azért cuki, ide akarnak egy új barakkot építeni, hát nem fognak. Spoiler. Ezt lőjük szét, mielőtt felépül. Nem fogjuk lelőni, mielőtt felépül, de ettől még nem fog megmaradni. Itt igen, rengeteg dump truck teszi szépen a dolgát. Meg a szépet, kettes egység, tessék ide jönni. Négyes egység, hármas egység, tessék oda menni. Hát szétlőheted a bulldozert végül, és miért ne, megkönnyíti az életünket. Ugye az egyes egységből már nem sok maradt, ami harcképes, konkrétan csak Sarge. Mindenki már szépen életét áldozta. Hát szép dolguk. Kapjuk szét a bázist. Ki tudja, lehet, hogy ez elég is lesz a küldetés teljesítésére. Bár ugye mondanom semmi, életerő bónusz, oké, Sarge, sétálj ide. Még egy depó, teljesen érdektelen. Az élet, három depón itt ülnek, mi ez? És semmi gyakorlati haszna nincsen, és ezzel nyertünk is. Megúsztuk a bal alsó sarkot, úgyhogy ezüst medálunk lett. Nem szedtük fel a bónuszokat, bocs, mivel nem jutottunk el a bal alsó sarokba túl gyorsan és túl ügyesen nyertük meg a küldetést, de legalább ilyen medálunk is van. És zárásképpen az Army Man Let's Play utolsó epizódjában sandboxozunk egy kicsit, nem a szó klasszikus értelmében. Innen folytatjuk legközelebb.